A Gyulai Pálinka Fesztivál az egyik legjelentősebb Békés megyei program, melyet idén április 15-e és 17-e között rendeznek meg itt, a Festői Várkertben. Az első, akkori nevén Kisusti Pálinka Fesztivált 2000-ben rendezték itt Gyulán. Ekkor azonban ez az ital még nem volt annyira népszerű és elismert, mint most. Ez a fesztivál volt az országban az első, amely nyíltan felvállalta az ital népszerűsítését. A rendezvény megyei szinten is nagy fontossággal bír. Ezzel kapcsolatban fejtette ki véleményét Gajda Róbert kormány megbízott is. Én azt gondolom, hogy Békés megye tekintetében a fesztivál turizmus és egyáltalán a turizmus az egy nagyon fontos iparággá nőtte ki magát az elmúlt években, évtizedekben, hiszen nagyon sok olyan eseményünk van már, ami a gasztronómiához kapcsolódik, a turizmusra épít, és nem csak az egész megyét, hanem az egész országot megmozgatja, és ilyenkor mondhatjuk azt, hogy ránk figyel egész Magyarország, és ebbe a sorba tartozik a Pálinka Fesztivál is, sőt mondhatom azt, hogy ez volt az egyik első olyan rendezvény, ami ezt az alapot, ami a fesztivál turizmust, gasztronómiai turizmust jelenti ebben a megyében megalapozta, és nagy öröm, hogy az idén 17. alkalommal kerül ez megrendezésre, hiszen azt is nagyon fontos elmondani, hogy 2000-ben, mikor elsőnek a Pálinka Fesztivál megszervezése került, akkor egy olyan terméket állított a középpontba, a pálinkát, aminek nem volt olyan jelentős rangja, mint most. És én azt gondolom, hogy ez a rendezvény, ez az esemény hozzájárult ahhoz, hogy 17 év elteltével az emberek a pálinkára most már nagyon büszkék, hungarukönként tekintenek rá, és én azt gondolom, hogy Békés megyében mi is büszkék lehetünk erre a termékre, hiszen valóban a magyar kultúrához, a gasztronómiai hagyományainkhoz ez a termék ez jelentősen hozzájárul. Ezt mondhatjuk azt, hogy minden magyar családban annak idején régen fogyasztották ezt az italt, sok tekintetben készítettük is, és ennek a hagyományát újra felemelítve egy olyan terméket tudtak a pálinkával pozícionálni, hogyha már elmegyünk egy eseményre, egy rendezvényre, akkor nem biztos, hogy az emberek viszkit szeretnének például inni, hanem előtérbe kerül az, hogy igen, akkor fogyasszunk pálinkát. Igazi pozitívum, hogy a fesztivál tavasszal a kellemes napsütésben zajlik majd. Ezzel a rendezvénnyel indul a turisztikai szezon és a fesztivál szezon is itt Gyulán. A város polgármesterét kérdeztük, hogy mit jelent ez a rendezvény a helyieknek. A turizmushoz szükségesek az állandó jellegű attrakciók, mint amilyen a várfürdő, amilyen a vár, vagy éppen a mögöttünk látható új almási kastély, de emellett kellenek olyan nagy rendezvények, amik olyan fajta szórakoztató élmény nyújtanak a vendégeknek, ami miatt érdemes ide utazni. Ezen rendezvények sorában az egyik legismertebb és legnagyobb szabású a Gyulai Pálinka Fesztivál, amely egyébként hozzájárult a története során a magyar pálinka sikeréhez is, ahhoz az úthoz, amelynek során a magyar pálinka egy igénytelen kocsmai italból a legelegánsabb budai éttermek polcán is kilátható aperitívfé vált. Ennek okán büszkék is vagyunk erre a rendezvényre, azonban itt volt az ideje egy kicsit újra gondolni, amihez egy kiváló partnerrel álltunk a Bora Kft-ben, ezért velük együttműködve egyfajta megújuláson esik át az idejében a Pálinka Fesztivál, és tovább folytatja reményeink szerint azt a sikertörténetet, ami eddig is jellemezte, és a város turisztikai életéhez nagyon sokat hozzá fog tenni. A programot végigfutva szinte garantált a jó kedv és a szórakozás. Bár a pálinka leginkább a felnőttek itala, mégis ez alatt a 3 nap alatt a legkisebbek is megtalálják a számukra legmegfelelőbb szórakozási lehetőségeket. A rendezvény sorozat fellépői olyan neves előadók lesznek, mint például a Magna Cum Laude, a Kis Csillag, Bódi Guszti és Margó, Kis Grófó és még sokan mások. Bora Imrét, a fesztivál főszervezőjét kérdeztük a konkrét programokról. Gyulai Pálinka Fesztivál úgy gondolom, hogy a ország legelső és legismertebb pálinka fesztiválja,
igen sokat tett azért, hogy ez a termék Hungarikum legyen, és méltán népszerű legyen a fogyasztók körében. Az idejében azt gondolom, hogy egy olyan újdonsággal, megjelenésekkel, programokkal, versenyekkel várjuk az ide látogató turistákat, ami igazán méltó lesz a pálinka rangjához. Elsősorban kiemelném azt, hogy olyan gyűjtjük már azokat a mintákat, ami a versenynek a nevezéseit tartalmazza. Ez elsősorban a bérfőzőknek és a magánfőzőknek szólt az idejében. Úgy tudom, hogy már több mint 150 minta bent van, és úgy hiszem, hogy komoly munkája lesz a zsűrinek ezzel kapcsolatban. És hát természetesen olyan szakmai hátteret is szeretnénk adni. Gondolok itt arra a Pálinka jövője címén megrendezett szakmai konferenciára, amit pénteken fogunk megtartani, remélhetőleg nagyon sok érdeklődővel, nagyon komoly előadókkal, és úgy hiszem, hogy ez is hozzátartozik a bulihoz, a fesztivál rangjához, hogy igazából egy kicsit a termékről is beszéljünk, és a termék jövőjét is próbáljuk meghatározni. Természetesen nem maradhatnak el azok a programok, amik egy fesztiválhoz jellemzőek és igényesek. Minden nap több élőkoncertünk lesz, és hát olyan kuriózumok lesznek, ami azt hiszem, hogy minden látogató megtalálja magának tetsző, és a ő neki éppen kedves előadóját. Neves házigazdánkkal, Halsányi Leventével, 3 napon keresztül, és úgy hiszem, hogy érdemes lesz minden egyes turistának és helyi látogatónak kilátogatni, eljönni hozzánk, mert 3 nap csak a pálinkáról szól, és a jókedvről, és remélhetőleg a vidámságról. És ha már Pálinka Fesztivál, nem mehetünk el szó nélkül maga a termék mellett sem. A gyulai Pálinka Manufaktúrába látogattunk el, hogy az ügyvezető és egyben főzőmester Adamik Anikó beavassa az érdeklődőket a pálinka történelmébe. Körülbelül 2000 tájára tehető, mikor a pálinka forradalma elindult, újra divat lett a minőségét a fogyasztás Magyarországon. Mi cégünk 8 éve foglalkozik pálinka főzéssel, fő célunk a minőségi termékek létrehozása, a minőségi pálinka főzése. Természetesen jelen lesz 2 hatalmas standal a Pálinka Fesztiválon, hiszen számukra nagyon fontos a helyi képviselet. Szemfüles nézőink észrevehették a háttérben Báró Harukern Györgyöt, akiről szintén megtudtunk néhány érdekes információt. Báró Harukern György volt az, aki 1732-ben első pálinka főzési jogot adott a várban. Ekkora datáljuk az első pálinka főzdét Gyulán, és ennek a hagyományát vettük fel mi újra, és őróla neveztük el az első termékcsaládunkat is, amelyek az erdei gyümölcsöket képviselik. Április 15-e és 17-e között tehát szeretettel várnak minden érdeklődőt Gyulára, a Várkertbe, a 17. Pálinka Fesztiválra.